A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szevasztok, srácok! Itt vagyunk Istvánnal, szevasz István! Szevasztok, Patrick! Nézzük és szevasz, Patrick! Elérkeztünk egy újabb autós videóhoz. Itt vagyunk a Forzában, és István ellen fogok versengeni. István, yes. Milyen autót hoztál? Én egy Golf R32-t, Volkswagent hoztam. Jó kis gépjármű, megbízható. 2003-ból egészen pontosan puskáznom kellett egy pillanatra. Összkerekesre van átmókolva, okosítva van, pecsike is összkerekes. Te miben vagy éppen? Én egy Subaru Impreza VRX STI-ben, hogyha jól tudom. De egyébként meg fogalmam sincsen. Az van, hogy én nem nagyon tudom irányítani ezt az autót, ez kiderült. Mentünk egy ilyen versenyt, hogy megpróbáljuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye most annyit változtattunk, hogyha valaki nem látta volna, hogy most nem arra megyünk, hogy ki nyer minél több versenyt a háromból, hanem hogy kinek lesz minél több pontja versenyen belül, tehát még az is lehet, hogy én nyerek, hogyha mondjuk többször vagyok előkelőbb helyen, vagy mondjuk nyerek egy versenyt, Isti a másikon kiesik, a harmadikon meg mondjuk az ötödik, vagy nem tudom hányadik helyen futok be. Úgyhogy nézzük is az első versenyünket. Yes. Érdekes a felhozata, itt mehettem egy Beetle van, Audi R8, AMG, McLaren, Lambo Gallardo, jó, hát azért vannak itt, na. Aha, igen, hát ez igen. Gyönyörű lesz. Valószínűleg ez gyönyörű lesz. Ez igen. Nem is fogja kitépni a kezemből a kormányt, látom a kanyarokon. Nézzük meg, srácok, fúha. Próbálok ügyesen menni, hogy ne nagyon dobjam el, hát ha hogyha ezzel bármit is érek el. Nézzük. Aha. Így van, ott a daráló. Nem tudom honnan támadja meg. Jézusom, oké, rendben. Nagyon jó. Akartam kérni. Oha, azt a kurva, mit csinálnak azok ott. Jó, hát... egyelőre izgalmas, mögötte az olyan Patrik. Aha. Nem mondjuk, hogy előzünk, mit szólsz megint, ahogy mondjuk, jó. Csinál. Barol! Bazd meg, hát az anyádat. Oké. Okay. Hallom, mögöttem ezeket a gépjárműveket. Majd nem kellett volna fékezni. Csű, hallod, tépi ki a kezemből a kormányt. Érzem. Jézus. Neked semmi? Nekem semmi, én tök jól elvezetem ezt a Golfot. Ez az érdekes. Téli gumik vannak, vagy mi a jó Isten? Nem tudom, lehet, hogy rally gumi van rajta? Én már nem tudom. Akkor jó. Fú. Igyekvés, az megvan. Vágom. Hűha, talán túl elfékeztem. Visszahozom az anyja picsáját, mármint hogy nem engedem, hogy kitépje a kezemből. Nem félek én attól, hogy te azt visszahozod, mert amúgy nem vagy te annyira lent. Állj a picsába! Ne! Aha, most dobtam el, jó? Oké, egyes. Zene füleimnek. Azaz, képzelem! A kis szarházi. Aha. Én mit meg nem teszek, hogy ne repüljön el az autó? Srácok, azok biztos látják a gameplaybe alatt, hogy fogom ezt a kormányt, össze-vissza rángatom folyamat. Hoppá, István! Így voltam, így van. Azonban nem kell itt az izé elkönyvelned már a verességet. Megvan, hogy kell vezetni, össze-vissza kell rángatni közben a kormányt. Na, hát az egy eléggé profinak hallatszik. Igen, de tényleg úgy kell. Közben elkeseredtem, megpróbálok még javítani ezen a ponton, úgy esetleg, hogy minél följebb kerülsz a helyezésen, annál több pontot szerzel nyilván. És hát nekem ez egy hátra utolsó előtti hely, és 100 pont lesz valószínűleg. Úristenem! Találatos módon. Pecsik, ez szép volt! Nekem ez 100 pontot hozott, pedig én nagyon elhittem, hogy ezt az autót én tudom vezetni, most derült ki, hogy nem. De hát tudod, csak véletlen eldobta, tehát van ilyen. Tényleg hát megesik. Van ilyen, viszont 600 pontot. 600 pontom van, Istvánnak 200, bőven. 100? Én 200-at láttam. Hát én egy darab drive-tart vertem meg, a 100 pont akár is nézem. Úgyhogy, srácok, hát ugye ez van, megyünk tovább, ugye még 2 darab verseny van, és mire eldől
az, hogy ki nyer, az még nem most lesz, úgyhogy mindenképpen maradjatok itt, mert ez nagyon izgalmas szerintem, yeah. Nagyon jól meg tudja spékelni a pontszerzés ezt az egész versenyt. De István, látnád, hogy én hogy fogom ezt a kormányt előtt, folyamatosan minden kanyarba így mozgatom, és így marad a pályán. Én nagyon, nagyon kíváncsi leszek, mindenképpen meg fogom nézni, nézzük a következő versenyt. Yes. Na, hogy állunk? Hallod, nekem 4 pedál van az autóba. Mi a szar? 4 pedál van az autóba. Lehet, hogy az egyik az kézifék, nem? Szoktam az lehet. Lenni. Lehet, tudod, lehet, lehet. Tudod, hallottam a ilyesmiről, azt hiszem. Uh-huh. Ashmore történelmi körverseny, a második versenyünk, srácok. Hát, Patrick egyre jobban áll, most nagyon összegeztetem magamat, mert nagyon elszartam. Yes. Mindenkinek mondom, mielőtt bárki azt hinné, nem hagyom magam. Tehát egyszerűen elszartam, srácok. Teljesen természetesen elcsesztem ott azt a kanyart. Megszoktam, hogy jól állok, és gyakorlatilag a fejembe szállt, dicsőség. Fejébe szállt, pedig megtanultam rángatni a kormányt ezzel az autóval, úgyhogy vigyázz el, Istvánom. Így van, nyilván szétakadt a hangot közben, de semmi probléma. Persze, hogy szétakadt. Kezdődjön a versenyünk. Na hát egy Porsche van. Aha. Aha. Kicsit megtologattalak hátulra, kicsit nagyon. De... ha nem lökni neki, azt hogy tudnám értékelni amúgy verseny szempontból. Srácok, ez... Múltkor is ez az elemes sztori a kontrollerben, mindig nálam van ilyesmi amúgy. Nekem mindig van valami nagyon izgalmas dolog, technikailag. Az a FIFA-ban az nagyon kemény volt. Aha, dobom el! Aha! Mit csinál ez? Na Petsük, mi a helyzet? Most eldobtam. Csak nem sikerült eldobni. De, sikerült, pedig már nagyon, nagyon éreztem az autót, de mindegy, jövök vissza, ne aggódjatok. Igen, mert ebben még így benne van az, hogy... Te is bármikor eldobhatod ezt. Azért azt nézzük, hogy ezek már tényleg S1-es autók, és S1-es kormánnyal múltkor még az A-s autó is alig-alig ment. Ment az azért, azt mondom, szerintem neked is jól ment az A. De ez most igen nagy ugrás. Kormánya azért ez nagy ugrás, srácok. Közben én rajta vagyok, én közben nagyon durán rá akarok menni arra, hogy nyilván, hogy egy első helyet jól lenne hozni, 1050 pontot, az azért az... Figyelj, Isti! Na mondjad! Igazából nem történt semmi, mert ugyanúgy mentem a pályán, de egy pillanatra így eldobta az Elgato izét. A képet. Tehát így... Jaj, de jó! De semmi nem történt, mert ugyanúgy mentem, tehát... Ennyi. Na mindegy, csak mondom. Izgalmas dolgok történnek, srácok. Igen. Mindenből a legminőségibb termékek vannak nálunk igazából, de amúgy tényleg, de és ami egyébként tényleg, tehát... Egyébként tényleg, de az Elgato azért nem véletlenül az egy vezető márka ebben a szegmensben. Yes. És mégis, srácok, és nem dobáljuk ezeket az eszközöket, nem szarként bánunk velük. Egyszerűen nem tudom. Kerül ilyen anomáliákat összeszedni. Nekem, srácok, például mielőtt elkezdnék Xboxon felvenni, bedugom, bekapcsolom az OBS-t, mint mindig, és tulajdonképpen nincsen hangja így a semminek, ki kell húzni a HDMI-t a gépből, aztán újra dug, és már van. Tehát nagyon jó. Így a franc tudja, utána már miért van. Az fergeteges. Igen. És egyébként Albert Einstein mondta azt, hogy a hülyeségnek a definíciója az, hogyha ugyanazt csinálod újra meg újra, és más eredményt vársz a dologból, de most látok, akkor gyakorlatilag a Einstein elmehet a picsába így a felvételek területén, mert tulajdonképpen nagyon sokszor az, hogy 4-szerre próbálkozom, 4-szerre már jó. Igen. Vagy 5-szörre, vagy 6-szörre, úgy már működik. És akkor így egy örüljél neki. Persze, közben látom, te maradsz az utolsó helyen. Abszolút maradok. Ajjajjajjajjajj, hát nem mondom azt, hogy ezért sajnálom. Nem nagyon sajnálod te. Hogy teljesen őszinte legyek. Kell nekem az a kis győzelem most. Hát igen, én most vagy nullázok, vagy nem tudom, hogy mi lesz, de nullázok nyilván, mi más lenne. Aj, Istenem. Az első hely sajnos nincs meg. Sajnos. Ó, de kár, viszont az azt hiszem ez egy 900 pont így, ha minden igaz. Ha jól számolok, igen. Lehet, hogy én számolok. Mindjárt kiderül. 900, így van, neked pedig 0. Ez azt jelenti, hogy én most 1000-en vagyok. Te pedig... gyakorlatilag maradtál 600-on. Úgyhogy, srácok, 1000 pont nálam, 600 Patricknál, ami eléggé, de egy nagy különbség. Gyakorlatilag 4 driver tar különbség. Így van. Szóval, hogyha én
valamilyen oknál fogva úgy eldobom, mint mondjuk Patrik ezen a versenyen, a következő versenyen, akkor gyakorlatilag vége, akkor nem nyertem. Tehát most hiába van az, hogy most így izé, ez most nekem ekkora különbség van, az utolsó versenyen tényleg eldől minden, úgyhogy mindenképpen nézzük a harmadik versenyt is, mert marha izgalmas lesz. Yes. Edinburgh városi futam! Az utolsó versenyt, srácok, és nem győz meg se hangsúlyozni, hogy... Úristen, ez a pálya! Így van, ez egy városi futam, érdekes lesz. Érdekes valóban. Lesz, 400 pont van. A különbség. Így van. Itt azért nem tudod annyira durván eldobni, tehát hogy város, tehát hogy nem nagyon tudsz letérni sehova. Kíváncsi, hogy előlem indulsz. Nem. Nagyon mögöttem indultál. Elég határozottan így az élre török így. Okay. Ne! Anyád! Fülét, te! Pecsi, közben itt van mögöttem, durván. Na most van, nem. Pecsi, itt vagy? Itt vagyok, csak... Jó. Próbálok koncentrálni. Na mondták, hogy nyerjem meg ezt a versenyt. Mondták! Várjál, ez az... Jó! Nagyon Pecsi, lassú gyere, vagyok. Gyere, jönnöd kell, mert itt most eldől minden. Megyek. Egyre nagyon jó. 30% kontúl. Kontúl? Kontúr. Majd eldobott te. Majdnem sikerült már most, nem kell így szugerálni, köszönöm. Dobd csak el. Kér az. Hűha. Nagyon szűk. Az. Nagyon jó. Csapódtam is a falba. Na, hát ez akkor... Majd még nem mondom, hogy eldőlt. Hű. Meglátjuk azért ezt még. Persze. Aj. Oké? Okay. Aha. Hú, ez a körforgó itt, te jó Isten! Ó! Na, mi történt? Semmi! Oké. Okay. Jézusom, mit fogok össze-vissza? Most nem is tudom, mi van. Te a körforgó közben drifteltem, és így belassult a játék. Aha! Ez teljesen rendben van, szerintem. Ahogy. Igen. Az volt a izé, mint a Need for Speed Most Wanted-be ez a... Lassítás, benyomtad. Igen, a nézők kedvéért. Így van, neked vannak ilyen funkciók. Az lehet, hogy egy checkpoint miss volt. Lehetne. Nem nagyon volt az, hála jó Istennek. Én nem tudom most mi ez a hatalmas fölény nekem amúgy. Nem tudom, fogalmam sincs. Én ezt nem értem meg, srácok, ebben a játékban, ezt már nagyon sokszor beszéltük, hogy ebben a játékban a nehézségi szintek azok ilyen engedd el kategóriák. Tehát, hogy eddig egyet sem tudtam megnyerni, ez megint gyakorlatilag a már a célek, már az első egyenesben, az első kanyar előtt már gyakorlatilag második voltam. Igen. Hát Pecsik... Szép volt István, mennyi lett így a végeredmény? Nekem lett 700 pontom. 1050 pontom van nekem, akkor az 2050. Aha. Neked pedig 600, így neked 1200. Szóval sokkal nem vagy lemaradva egyébként, megmondom őszintén, de nagyon izgalmas verseny volt. Nem, 1300. Akkor 300. Akkor jó, csak van. Tudom, hogy ilyenkor 800 komment az lesz, hogy hülye, nem tudsz számolni? Úgyhogy hát, 1300. Hát, legalább lesz mit írniuk. Na srácok, remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Pecsiknek is a videója, a nézete gyakorlatilag a csatornán megtalálható lesz. Így van, ahogy jó István is. Jó volt. Egyébként szerintem 700 pont, vagy 750 pont volt a különbség, szerintem ez nem olyan nagy. Úgyhogy hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok, hát az